múlt órán az 1848-49-es szabadságharcról beszéltünk, akkor az volt a kérésem, hogy hozzatok magatokkal olyan tárgyakat, vagy olyan relikviákat, amelyek a háromszéki szabadságharcosokhoz kötődnek. Lássuk, hogy hogyan sikerült a házi feladatot teljesíteni. Én egy pipát hoztam, amelyik Törőc Mózes karangöntéjéből. Mi ezt a gyertyatartót házszenteléskor szoktuk használni. Nem tudom miért, de Kossuth gyertyatartójának is hívják, állítólag ők nagyapámé volt. Ez mellett írta ők nagyanyámnak a leveleit. Én ezt a szabját hoztam, amit a nagyszüleim sokáig őriztek a padláson. Szépapámé volt, aki régi lelkészként lelkesítette a nemzetőröket. Leírást is találtam róla. Termetes, magas, testkötete erős, izmos, daliás. Hősies arcvonal a kerek, piros, homloka magos, terült szeme sárgás. Haja barna, göndör, bajsza és szakálla fekete. Magatartása népies, leereszkedő, hódító. Társalgása vidor, tréfás, ízletes, kedves, soká elszaloniás. Szava dörkös, kedves csengésű. Úgy hallottam, hogy nem értékelték a munkáját a 48-as forradalom ideje alatt. Levele jött Kennek. A Józsi küldte Monostorszegre. Macskás Jantal barátom írta. Tudott, harcostársam háromszékről. Levelében azt írja, hogy Orbán Balázs nemrégiben megjelent leírásában alig említ minket, pedig nélkülünk nem szervezték volna meg a szék védelmét. Arra kér, hogy jövő nyáron gyűjjünk össze Kézdivásárhelyen a történelem kiavítása szentszéjából. De szép idők is voltak. A hazának nagy szüksége volt ránk. Testvéreim, honfitársaim! Ma változás hoz az időkereke. Történelmi idő elébe nézünk. A haza szabadsága veszélyben forog. Fel kell venni a fegyvert. De ne költözzön figyelem a szívetekbe. Együtt sok mindenre képesek leszünk. Emlékeztek, hogy 10 évvel ezelőtt együtt kuporgattunk, kéregettünk, hogy Isten hajlékát a romlástól megmentsük? Emlékeztek, hogy Székely úrházánál hányan léptetek be a Mértéletességi Egyesületbe, és megígértétek, hogy a romláshozó pálinkától távol tartjátok magatokat? És lám, virágzik a gyülekezetünk! Gáldánékkal uzonban megakadályoztuk, hogy fegyvereinket az osztrákok kicsempészék háromszékből. Van már puskám, szabjám, álljatok hát ti is be a honvédelmére! Nemzetőrökre van most szüksége a hazának! Emlékszem, ahogy az alsó csernától egy székgyűlés forgatagában így szólaltam meg. Letészem a Bibliát, és kiragadom kezeiből két élő fegyverét Gábor angyalnak, és lángvillámával szabadságot teremtek a népnek. Akkor még nem sejtettem, milyen nehéz feladatot áll előttem. Akkor kezdődött a sereg toborzása is. És írtam a hazáért, a hazának, a hazáról. Faluról falura, szószékről szószékre járt. Valóban jókat írt. Például a háromszéki polkári mi atyánk, vagy a polkári hiszek egy. Furcsa belegondolni, hogy egykor maga Bíró Sándor is itt találkozott Csepsi Szent Györgyen a magyar kormány küldötteivel. Igen, Klakka Györggyel és Kár Sándorral egy helyi szerény vendéglőben találkoztak, ahol megbeszélték a haza ügyeit. Itt Bíró Sándor hangsúlyozta a székely nép jó politikai hangulatát. Így igaz, székelyek itt is bizonyított. Halld meg föld, mi lábainkkal állunk,
és hald meg ég, máj fejünköt bétakarod. Hald meg, magyar erőnkön mosolygó szép nap, és ti, ellenség fegyverétől megszabadult sziklák, halljátok meg, és mondjátok a Kárpátoknak, hogy Erdély térein és halmain fölharsolok Tedeum, és harsolok mindenütt a népnek a győzelmére. Idővel a Csiksomék kolostorba kerül, ahol megbízzák a hatilap nyomtatásával, itt van. Itt kapja meg a századosi kinevezését, amelyből az is kiderül, hogy a gyémesi szoros védelmére hívják. Vajon hogy fog rám emlékezni az utókor? Kiigazítottam a történelmet? Hőstetteid nem merülnek feledésbe. Az utókor csodálni fog téged. Ne aggódj a múlt miatt. Igazad van. Aggódtam már eleget. Hogyan él a közösség emlékezetében Bíró Sándor? Jó kérdés, ugyanis Bíró Sándor a 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak az egyik jellegzetes alakja, és a közösség érezte annak a szükségét, hogy emlékjeleket állítson neki. Először megtörtént ez valamikor az 1990-es években, amikor Sombori Sándor tanár úr egy emléktáblát állítatott a templomnak a falára, és egészen addig, amíg ez a kopjafa nem állt itt, azt szoktuk megkoszorúzni mindig március 15-ének az ünnepén. És amióta ez a kopjafa megvan, ez 2020-ban volt állítva. Dr. Nagy Lajos Rétyi orvosnak a kezdeményezésére, aki felvállalt ennek a költségeit is, ezt a kopjafát sikerült felállítani, és azóta a gyülekezet, aki egyébként az ünnepet megtartja a központi emlékműnél, március 15-én ide felvonul, és itt rójuk le a kegyeletünket ezen az ünnepen Bíró Sándor előtt. Nagyon fontos a közösségnek az ő emléke, hiszen az igehirdetés mellett, akkor abban az időben, amikor ő szolgált, felvállalta a székely paraszti rétegeknek a felemelését, és ezért is küzdött, úgyhogy ez egy üzenet számunkra is a mostani lelkészek számára, az ő példája, hogy nyilván fontos az igét hirdetni, de fontos abban is gondolkodni, hogy hogyan tudjuk minden mellett a közösségeinket fölemelni. Talán abból a gondolatsorból, amit ő 1849-ben Sepsengyörgyön megosztott, és ez is valamilyen szinten tükrözi az ő együttérzését az ő népével, azt mondja, idézem, és ha megzendül a feltámadás angyalának harsány harsonája, együtt akarok feltámadni veletek, együtt akarok Isten elejébe vándorolni veletek, hogy számot adjak rólatok, elbeszéljem égi jutalomra méltó lelkes küzdelmeiteket, és megmondjam az Istennek, atyám, ezek nem voltak pecsovicsok. Hát azt gondolom, hogy ezek a szavak köteleznek bennünket arra, hogy az ő emlékét méltóképpen ápoljuk.